Szerető mennyei atyám, köszönjük neked ezt az ünnepet, köszönjük jelenlétedet, hogy ígéreted szerint velünk vagy, és szent lelked egész éven át megtart Jézus Krisztus közösségében. Mennyei atyám, először azokért imádkozunk, akik első osztályba mennek. Adj nekik bátorságot, hogy ne féljenek az úton. Adj nekik mindig csodálkozást és kíváncsiságot, amikor újat tanulnak, újat fedeznek fel. Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg minket! Mennyei atyánk, rád bízzuk azokat a gyermekeket, fiatalokat, akiket a szülői karok már nem tudnak mindig elérni, akik más város kollégiumába, egyetemére, főiskolájába indulnak. Add, hogy ott hűséges társakat, lelki közösséget találjanak maguknak. Szüleiknek add meg, hogy megnyugvó szívvel bízhassák őket hatalmas és irgalmas kezedre. Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg minket! Imádkozunk a konfirmációi felkészülésbe induló kis csapatért. Adj nekik nyitottságot a tőled való tanulásra. Forrasd őket igazi közösségé. Készítsd fel őket arra, hogyha eljön az ideje, belső meggyőződésből vallhassák meg hitüket. Jézus Krisztusért kérjük. Urunk, hallgass meg minket! Látasd velük mindig hivatásuk többségét és értéket. Adj nekik az értékeket és bölcsességet, hogy a rájuk bízottakat helyes úton vezethessék. Áld meg munkájukat, Jézus Krisztusért kérjük. Urunk, hallgass meg minket! Könyörgünk a családokért is. Ne engedd, hogy a munkai hajtás, az iskolai követelmények szétzilálják belső tartásukat. Add, hogy együtt tudjanak örülni a jónak, és a nehézségek is inkább egybeforrasszák őket. Add, hogy a gyülekezet megtartó erejéből is meríthessenek. Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg minket! Azokért is könyörgünk, akik félve tekintenek előre, akiktől a tartós betegség vagy a friss gyász elhunyt hozzátartozó hiánya elvette az örömöt, akik nem találják külső vagy belső békességüket, akik nem találják a helyüket a munkahelyükön, akik nem találnak munkahelyet. Láttasd meg és éreztesd velük, hogy te minden körülmények között gondolt viselsz róluk, és mindent az ő javukra munkálsz. Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg minket! Kérünk vezetőinkért, hogy bölcsen és alázatosan irányítsák városunkat, hazánkat. Add, hogy gyermekeink, fiataljaink, családjaink hazánkban találjanak boldogulást. Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg minket! Könyörgünk a világért, amelyet szépre és jóra teremtettél. Tarts bennünk ébren a felelősséget, hogy amit tőled kaptunk, azzal jó gazda módjára bánjunk. Vízzel, erdővel, élőlényekkel, levegővel. Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg minket! Urunk, köszönjük az imádság lehetőségét. Kérünk, ne kételkedjünk abban, hogy minden kérésünket meghallgatod. És abban sem, hogy minden kérésünknél többet és jobbat adsz nekünk. Fiad, ami Urunk, Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen. Végezetül fogadjátok az Urát, ennek két ad, tárgyal meg és őrizzen meg téged, hogy ragyogtassa rád az arcát és önnyűjön be rajtad, fordítsa az Urat arcát te feléd és adjon te néked békességet.